A nagy varázslás! Janka a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókuszpókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent köles a bőregér. Hát te meg mit művelsz itt? kérdezte Jankát. Varázsolok. És mit, mivé? Bármit, bármivé. Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé? puhatolózott köles. Dehogy nem, Hókusz-pókusz, legyél fa! Azt hogy kell? Susogjál, meg hajladozzál. Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott, amikor arra rollerozott elemér a kölyök fóka. Hát te mit csinálsz? Susogok és hajladozok, nem látod, hogy Janka fává varázsolt? Engem nem tudnál átvarázsolni, kérlelte elemér a vadmacska lányt. Dehogy nem, szólt Janka. Csiribú, csiribá, legyél madár! Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot. Még mi csinál egy madár? Röppen és csicsereg. Oho, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte. Mi volt ez? A madár ráüppent a fára, vágta rá elemér. És mi van, ha a fának fáj? nyafogott Köles. Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak. Abrakadabra, fa, legyél madár! És abrakadabra, madár! legyél fa! Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles a madár fürgén röbdösött az ágai között. És ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant dinnye a hangyász. – Mit csináltok? – érdeklődött. – Nem látsz a szemettől. Fa vagyok, susogok és hajladozok – dörgölte az orra alá elemér. Nem látsz a szemettől? Madár vagyok, röppenek és csicsergek, homályosította a felköles. Aha, szóval te vagy a varázsló, fordult Dinnye Jankához. Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom. És mivé varázsoljalak, tudakolta Janka. Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat. Hát, Tessék, csiribú, hókusz és abrak. Húrá, macska lettem, fáromászok, madarat kergetek. Kiáltott dinnye, azzal elemérre és kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön mind a hárman. Nem könnyű egy varázsló élete, sóhajtott Janka. Micsoda banda! you